ragozó népzene ugyanerre a körzetre jellemző, akkor a ragozó nyelvek, az úgynevezett uralaltái, finnugor nyelvek, azok ugyanebben a körzetben, a Kárpát-medencétől Koreáig terjed, és Közép-Ázsiáig terjednek el, tehát a különböző tudományok nem olyan nehéz összeegyeztetni, hanem mindegyik ugyanezt a képet rajzolja meg, és megerősíti ezeket az eredményeket. Tehát ezt tulajdonképpen Isten és ember se fogja tudni megcáfolni. A részletekben igen, biztosan lehet sokat módosítani, lehet a legtöbb adatról kiderül, hogy jobban meg lehet statisztikai alapozni a génjelzéket, mert ezeket csak pár száz ember, pár száz csontvázon végezték, de az összkép nem fog tudni megváltozni. Tehát a lényeget föl lehet ismerni, még hogyha az összes részletet nem is, de azt nem is akarjuk. Mi a lényeget szeretnénk látni. Azért vagyunk itt. Na most akkor nézzük még egy-két kiegészítést. Mennyi az idő? 7:30. Akkor azt hiszem, hogy legjobb lenne egy kis szünetet tartani. Meleg van, tartsunk egy 5-10 perc szünetet, tehát akkor azt jelenti, hogy 7:30 után 5 perccel találkozunk. Jó? De visszik ki. Olyan sok könyvet láttam, Móricsimon könyvet. Az Úr városának a föltárója, Leonard Dulli, aki így egy világszenzációt tárt fel, és az egyik legmegbecsültebb, legelismertebb régésznek számít. Egy tárgyszerzőjével az UNESCO kiadásában megjelentetett egy könyvet, Őstörténelem és a civilizáció kezdetei. 1963-ban jelent meg. Ennek egy bizonyos része Erősre vonatkozik, és a világhálón keringenek olyan változatok, amikről rájöttem, hogy nem egészen pontosan, bár nagyjából pontosan idézik, úgyhogy beszereztem az eredeti könyvet, és ebből próbáltam szó szerint pontosan lefordítani, és a következőt találtam. Időszem került 5. évezred körül Erősdön tornátos házakban éltek, megaron típusú szentélyekben, ezek hatalmas nagy termek, 6-8 méter hosszú, 5-6 méter széles, és 5-6 méter magas termekről van szó, amiket szentélyeknek értelmeznek. A 3000 évvel később elterjedt Görögországban is, és Görögországban királyi szentélyeknek tartották. Egy-egy városban, egy-egy hatalmas városban, Tirinzben, Mükénében egy-egy darab ilyen épület volt, amiben megaronos, hatalmas nagy palota, szoba, terem volt található. Egy jellegzetes előszobában, ami szintén hozzátartozik. És ezt a királyi méltóságú megaronnak 3000 évvel ezelőtt Erősdön ott van a kiinduló minta típusa, és Erősdön nem egy található ilyen, hanem az egész településnek minden egyes háza ilyen szentélyeket tartalmaz. Vagyis, mint hogyha a királyok, vagyis abban az időben a királyok és a mágusok egyrangúak voltak, vagy az a királyi mágusok ősnépen magyar szintén próbáltam érzékeltetni, tehát mágusok laktak, a mágusok amúgy is előszeretettel laktak közösen településekben. Egy egész település, illetve egy egész országrészt csak mágusok laktak, Közép-Ázsiában például, Média földjén, ugyanúgy, ahogy Magyarországon is található Regős falva és egyéb olyan települések, ahol elsősorban mágusok laktak, és vannak olyan körzetek a Közép-Ázsiában például, ahol országrésznyi területen, a Koronus hegységnek az oldalában mágusok laknak, és ez olyan, mintha egy Dunántúl nagyságú területen olyan különleges tudású emberek laknának, akik mondjuk a mai világban ezeknek a megfelelője lehetne, például volt egy ilyen akadém korod a Szovjetunióban, ahol összegyűjtötték a legnagyobb koponyákat, a legnagyobb tehetségeket, és ott próbálták ezeket összehozni, mert így a tudásnak az átadása és a fejlődés különösen hatékony, hogyha egy településen laknak a legnagyobb tudású emberek. Képzeljük el, hogy ezek a legnagyobb tudású emberek, a mágusok akkor szinte a zsenialitásnak egy olyan magas fokát álltak, amit ma nehéz elképzelni, mert a természeti erőkkel voltak kapcsolatban, és a természet maga hihetetlenül zseniális. Egy elemi erő, ami semmi nem korlátoz. Hogyha ezeket a természeti erőket hagyjuk magunkban kibontakozni, akkor semmi sem állíthatja meg a valóság érzékelés és a valóság átélést.
Ez egy természetes dolog. A mai modern embernek ez teljesen szokatlan, idegen, a gondolatot is nehéz elhelyezni abban, abban a lealacsonyított összefüggésrendszerben, amiben a modern embert beletaszították. De akkor még ez nem így volt. És képzeljük el, hogy ilyen a zsenialitásnak szinte ismeretlen fokán álló emberek laknak egy egész településen, csodálatos, hatalmas királyi palotákban, és az egész település tele csak ilyen királyi palotákból áll, és ezt a palotát, ami a világon nem sok ilyen település van, éppen erődő, ráadásul ilyen ősiségben ott van, a mintaképe a későbbi különlegesen magas kultúrközpontoknak, és tornászos házakban, tehát ez egy mágus település volt, tornászos házakban, megalantikus a szentélyekben ezeket a hatalmas termeket gúbos kemence fűtötte, érdekes módon, ami szintén, mintha valahogy ismerős lenne a számunkra. A házaknak az oromzata, tehát a díszítésére különös gondot fordítottak, ahogy ez a székelyföldön ma is így van. A kerámiájuk, olyan a festett kerámiájuk, az újkőkor legmagasabb szintű díszítőművészete. A magas szóban szinte ott van a mágus szó, mert minden, ami magas volt, magas műveltség, az a mágusoknak a terméke, a mágusoknak a tevékenységének az eredménye. És az egész világon, az újkőkorban a legmagasabb szintű díszítőművészet éppen itt, ezen az erősdi településen, a mágusok településén található, amiből csodaszépen díszítették spirális jelekkel, ezek a spirális jelek külön rendkívül érdekes, most nincs időm ebben elmérni. A bögréik nem hivatásos művészek termékei, bár csodaszépek, és az egész kő újkőkorban egyedülállóak a legmagasabb szintű díszítőművészet, azonban nem lehetnek hivatásos művészek alkotásai, írják a végén szerzők. És miért nem? Honnan tudják ezt? Onnan, hogy minden erődi család saját, minden erődi család házában találtak ilyeneket, amiket ők készítettek, és amik különböztek a többi házban találtaktól egy kicsit, annyira, hogy ezt megerősítette, hogy mindegyik család saját maga készítette, és hogyha mindegyik család saját maga készítette, akkor nem lehet hivatásos fazekasoknak a terméke, hiszen az köztudomású, hogy egy településen nincsen, nem lehet olyan település, ahol mindenhol csak fazekasok laknak. Ugye olyan település nem ismerünk. Tehát ebből következik, hogy nem hivatásos. Bár abból, hogy az egész újkőkorban a legmagasabb szintű díszítőművészet, abból éppen, hogy az következne, és ez tárgyi bizonyíték, az pedig, hogy abból következhetünk, hogy nem lakhatott minden házban fazekas, az pedig csak egy elméleti következtetés, ami esetleg hibás, mert nem biztos, hogy az ókorban is, vagy az őskorban is úgy volt, hogy nem lakhattak azonos foglalkozást űzők egy helyen, hiszen tudjuk pontosan, hogy a mágusok előszeretettel laktak egy településen, ahogy ezt a könyveimben az Attila és a Hunokban és a királyi mágusok ősnépben magyarban egyértelműen alátámasztom. Még Egyiptomban is külön mágus kolóniák léteztek, ugye, amire szintén megadom a forrást, mert minden ilyen állítást alátámasztom, utána lehet nézni, le lehet ellenőrizni. Tehát ez az ír megdől, tehát ez azt jelenti, hogy ők igazából a legmagasabb szintű mesterségbeli tudásról is tanúskodtak, ami külön önmagában bizonyítja, hogy ők mágusok voltak, hiszen abban a korban még a mesterségeknek a magas szintű tudása is a mágusoknak volt a jelenség. Tehát sokszorosan megerősítette ez a pár sor azt, hogy Erősd a mágusok települése volt. Időszámításunk előtt 5500 körül a városrendezési terv szerint széles utcákkal és tágas terekkel épült. Mennyire átgondolt volt ez az egész? Ugye itt is azt mutatja, hogy valami nagy műveltség, valami nagy elme előtér kellett, amelyik ezt kitervelte és megvalósíthatta. Erős romjai között a régészek égetett mádas kerámiát találtak, kígyózó hullámvonalas díszítéssel, amely egyezik a jelenleg is használt székely kerámiát. Ugye Roska Márton azt is megírta, hogy a görög megalonok Erősről erednek. Kérlek a következő. Igen, az, hogy rendkívül magas aranyművesség létezett a görög aranyművesség előtt is, az előtt a görög aranyművesség előtt, amelyik időszámításon előtt 800 körül kezdett fölmerülni, tehát a Thalész utáni görögség, amelyiket ugye elsősorban ismerünk, amelyik a történelemnek, az úgynevezett történelemnek a része. Az előtt már 500 évvel itt Erdélyben magas szintű aranyművesség létezett, vagyis nem eredhetett a görög aranyművességből, jön a következő. Igen, még érdeklépjünk, mert most erre nincs itt idő. Itt a tatárlakai koromról csak annyit említek, hogy itt látható rajta egy üst képe, hogyha ez is nem feltétlenül, de mindesetre érdemes meggondolni, hogy a közép-ázsiai, észak-indiai, Kusán
Kita királynak a felség jelén ilyen nemzetségek szerepelnek, amik ugye elég szoros kapcsolatban áll ezzel, és ha igen, ez a rokonság fönnáll, elég különleges jegy, elég sok vonalból áll. Hogyha ez a rokonság fönnáll, az azt jelenti, hogy 5000 éves időtávot lehet áthidalni, ráadásul térben is több ezer kilométerről van szó, vagyis megint csak egy hatalmas kiterjedésű térben és időben hatalmas kiterjedésű egységes kultúráról van szó, ugyanarról, amiről eddig beszéltem, tehát ez egy másik jel. Ennek kérem a következőt. Igen, ez is mutatja az úgynevezett szarvasos kövek, hatalmas oszlopok, stélék, amiken szarvasok vannak ilyen domborműszerűen ábrázolva. Ezeknek az elterjedési körzete időszakos került második évezetben találta belőle különösen sokat. Honnan terjednek el? Erdélyből, Székelyföldtől, kezdve egészen ugye az Almunáig, a kettes számú kultúráig, a Fekete-tenger északi partján, ugye az Azovi-tenger fölött, a három számú kultúráig, a Volga-pénekéig majdnem elér, a négyes számú kultúráig, Kaukázusig, az ötös számú kultúráig. Ezen kívül az Uráltól keletre, ahol az andromovai kultúra van, és ezen kívül ezen a hatalmas területen, ahol a Glaszkov kultúra és az andromovai kultúra népe ér, ami sokkal nagyobb, mint az időszakos került második évezetben Kína ilyen picike volt. Tehát itt ez egy óriási népességet kellett, hogy jelentsen, a kínaiak messze fölgondoltak. Kérem a következőt, ezzel ami megint alátámasztja ugye ezt, amit eddig elmondtam. Az, hogy itt egy alapjában egy nyugatról kelet felé való hatalmas népáramlásról van szó, az még a históriában 2004-ben megjelent tanulmányban is igazolja. Más szempontból Erdély István, aki azt mondja, hogy hogyan kerültek a finnugor ősei Szibériába, nem tisztázott, de feltétlenül Európából kerültek Ázsiába egy olyan vándorlással, ami innen Közép-Európából indult kelet felé, kérem a következő, vagyis ez megerősítés alátámasztja más százalékot, elmondtam. A magas időszakos 5. évezet folyamán ugyanaz maradt. Ötletből bár ő északabbra teszi, hogy a nyugat-baltikumba teszi, de hogy a vándorlás elérte a Nyeper alsó folyását és a Donyecet, a Rajna és a Donyec között a 5.-4. évezetben kulturális egység tapasztalható, vagyis azt, amit én is mondok, csak ő már a Rajnáig terjeszti ki. Embertani oldalról is egységes a lakosság, ugye, amit én is igyekeztem érzékeltetni. A magas, robusztus, széles arcú emberek kelet felé terjedtek el, a balparti Ukrajna és Közép-Volga vidékig elterjedtek. Vagyis ez megint megerősíti 2004-ben a históriában, tehát a hivatalos történettudománynak alapjában is, ugye ki lehet ezt jelenteni, hogyha nem a Kárpát-medencére vonatkozik, mert egy kicsit éjszakabbra tesszük a vándorlást, de szintén Közép-Európában maradunk. Kérem a következő. Hogy éltek-e székelyek Árpád előtt a Kárpát-medencében? A hivatalos nézetek szerint nem, mert Árpáddal jöttek be, vagy esetleg a kabarokkal, vagy Árpádot 100 éve megelőzve jöttek be a székelyek Magyarországra, vagyis a Erdélybe. Na most ezzel szemben hadd említsek meg egy pár olyan tény, hogy a székelyeknek a latin neve ugye a Sicul, és ehhez hasonló nevek, helységnevek és népnevek tömegével fordulnak elő, történetesen éppen a Kárpát-medencében, illetve a Kárpát-medencé kívül még egy helyen, Szicíliában. Például a Sicambria, a Siculóta nép az Anatóliából vándorolt be a Kárpát-medencé időszámosunk előtti első századtól, utáni második századig. A Sicánok itt éltek, a Sigunnák itt éltek, Hérodotot is megírja, a Sicamberek Trójából időszak került 1200 körül jöttek errefelé. A fejlődő népek pedig a Trója ostrom után, akik a Kárpát-medencéből mentek el Trójába, a Kárpát-medencéből költöztek Trójába, erről is sok forrás alátámasztja. És ezek között, a Kárpát-medence eredeti népek között található az a Szekeles nevű nép, amelyik Trója bukása után tengerre szállt, és amikor arrafelé járt Egyiptom felé, akkor megtámadta Egyiptomot, ami ókor egyik legnagyobb hatalma volt, vagy nagyhatalom, és hajszál híján elfoglalta, és leverte a fáraót. Hajszál híján. Pedig ez csak egy töredéke volt azoknak a népeknek, akik Trója szövetségében összegyűltek. Érdekes, hogy a Szekeles nevű népet sokan összekötik a Szicília őslakóival, és bár ugye itt egyértelmű, hogy a Kárpát-medencéből indultak, tehát a Kárpát-medence és Szicília között egy kapcsolatot találunk. Bakos Ibolya, Rajkóné Bakos Ibolya 1985-ben egy könyvet jelentetett meg, amit a Régészet Intézet könyvtárában megtaláltam és lefénymásoltam. A székely származású Sicili nép nyomában Szicíliában. Ez a címe a könyvnek. Ami a számomra azért is volt érdekes, mert igenis a népnevek is hordoznak bizonyos fontos információt, fontos tudást. Nem véletlenül alakultak ki a népnevek. Ha megnézzük azt, hogy S, K és L-lel milyen népeket találunk, akkor ezeknek a népeknek a túlnyomó részeről már tudni, hogy az a székelyekhez kötődik,
És például ott van egy, amiről nem biztos, hogy tudni, hogy egyetlen vannak, tagadják, hogy a szicíliakkal kapcsolatban áll, azt viszont egész